Nincs elsőbsége, csak ha leszáll. Jól látható tábla figyelmezteti a kerékpárosokat Nyíregyházán a Széchenyi utcának reszszabályokra. Rájuk ugyanúgy vonatkoznak előírások, mint az autósokra, mégis sokan figyelmen kívül hagyják ezeket, és ez sok baleset forrása lehet. Pedig a statisztikák szerint a bringások több mint 70%-a rendelkezik B-kategóriás jogosítvánnyal, tehát jól ismeri a közlekedési szabályokat. Semmi másról nincs szó, én gondolatom, én szerintem sajnos a hanyagság és az, hogy nem lehet beazonosítani őket. Nem lehet számon kérni, hogyha szabálytalanul közlekedett, szabálytalan helyen tekert, tehát például a gyalogátkelő helyen, záróvonalon, egyirányú utcába forgalomba, vagy vegyük a legdurvább példát, amit egyre elharapózik, ami Budapesten volt elsőként észlelhető, hogy a kerékpárral megy a közúton, majd a jelzőlámpához érve átszeker a gyalogátkelőjén föl a járdára, majd a másik kereszteződési pontba vissza le a járdáról, megint vissza a közútra. Tehát ez én úgy gondolom mindenen túlmegy. Persze ebből következik az, hogy sajnos gyalogos kiütés vagy kerékpáros kiütés is történik a szabálytalanság miatt. Bár egyre több iskolában oktatják a közlekedési szabályok alapjait, az oktató szerint nem ez lesz a megoldása a gyalogosok, kerékpárosok és autósok között kialakult konfliktusnak. Én sajnos úgy láttam más kategóriáknál is, hogy mi csak abból tanulunk, hogy ha büntetnek. Ha elkezdenek szankcionálni, érdekes módon vegyük csak a legutóbbi nagy eseményt, a sebesség túlépéseket. Előjöttek ugye az anonim sebességmérő autók, a fix trafipaxok, és amint ezek az utakra kikerültek, illetve helyüket változtatva több helyen tudnak mérni, egyre többen figyelnek a sebességre, egyre kevesebben lépik túl a sebességet, mert rájöttek, hogy több tízezer forint és a előjeleti pontnak a növelése, ami jogosítvány bevonással jár. Itt is én úgy gondolom, hogy a hatóságnak kellene erélyesebben fellépni a gyalogátkelő helyen átkerekezőkkel szemben, illetve nagyon gyorsan le kellene szoknunk Nyíregyházán arról, hogy az egyirányú utcákat mi fordítva is használjuk. Gyakori baleseti ok az elsőbségi és kanyarodási szabályok megszegése is. A tavasz kezdetén a visszarázódás ideje alatt érdemes mind a kerékpárosoknak, mind az autósoknak türelemmel és kiemelt figyelemmel közlekedni a megye útjain.